Na, miután az előző DS30-as kis nyomtató, tehát az előző DS30-as szkenner ugye már nincs az asztalon, ja, de itt van, csak be van csomagolva, ezért elővettem a másikat, ami pedig a DS780N típus néven fut. Kiválasztjuk itt szépen, ugye párosítottuk a géphez, egyébként egy tápkábelt kell belőle 220-ba, illetve az adatkábelt ugye a számítógéphez párosítottuk, szkenner és indítása. Előtte azért berakom ezt a már jól ismert kis meghívót, illetve karácsonyi üdvözletet, nézzük meg, hogy ilyenkor mit csinál. Beolvasás, ezt mondjuk pillanatok alatt beolvasta, erre kíváncsi leszek. Visszarakjuk a másik oldalra. Azt mondja, hogy szkenner és indítása, beolvasás. Ez mondjuk tényleg nagyon gyors volt. Oldal beolvasás most szépen kiszámolja. Új fénykép, stb. Stb. Oké, nem adok neki külön nevet. Importálás. Igen, és valahol ott az alján, ott lesz szerintem a másik is. Ott van bizony a másik kép is, tovább. Azt is importáljuk. És már meg is jelent a képek között. TIFF file-t készített belőle. Igen, hogyha a gépen nem áll annyira lassú, akkor gyors lenne. Viszont azt mondja, hogy igen. Utána csak a gép sebessége az, ami határt szabhat annak, hogy gyorsan tudjál szkennelni. Jó, hát ezért most a gép itt elkezdett ezen gondolkodni, ezzel most nem fog foglalkozni, szerintem ezt hagyjuk a pitlibe. Az a lényeg, hogy viszonylag gyorsan meg lehet oldani az összes szkennelést, amit láthattátok, elég hamar beolvasta, és a részleteket pedig majd hamarosan olvassátok a tesztalelke mindennek.hu oldalon.